Na szervusztok, üdvözöllek titeket egy újabb videóban. Ma akkor kiderül, hogy miről fog szólni a mai videó. Ugye tegnap nem akartam elárulni. Ma a 4-es meteorról fog szólni, és nem videózni akarom, mert már régóta átadták, már 5 éve, úgyhogy ezt már megszokhattátok, hogyha utaztok vele, hanem leginkább a nem befejezett folytatással, hiszen ennek lett volna folytatása az egyik irányba, először Bosnyák térig, majd Újpalotáig, a másik irányba pedig a Gazdagrétig, illetve Madárhegyig, úgyhogy ezeket a helyszíneket fogjuk most bejárni, úgyhogy tartsatok velem a videóban, irány Kelenföld. Mindig hazahúz a szívem Budapestre. Bárhol járjak a bolygón, az tiszta. Hogy nem hibátlan, de ide várnak vissza. Legyek bárhol, bármilyen messze. Mindig hazahúz a szívem Budapestre. Bárhol járjak a bolygón, az tiszta. Hogy nem hibátlan, de ide várnak vissza. Na és megérkeztünk Kelenföld vasútállomásra a 49-es villamossal. El kell mondom nektek, hogy olyan nagy a forgalom, hogy egymás mögött állnak az ícsék és a kaffok, és még a szükség megállottó még messzebb tett le hát majdnem a Szent Gellért templomnál, de most itt vagyunk, és megnézzük az 1-es villamost, de csak egy fél percben, mert nem szeretnék erről videót csinálni, majd ha átadják, addig nem akartam erről videózni, addig jártam már itt egy sokszor, úgyhogy ezt gyorsan megnézzük, meg beszélek egy-két szót, aztán indulunk már is Madárhegyre, Gazdagrét térségébe. Szóval érdekesség, hogy én volt egy blogom régebben, amit letiltottak, de nem tudom, hogy milyen okból. Ott pont arról beszéltem, illetve írtam blogot, hogy hogyan néz neki a felújítás, illetve hogy milyen vonalak születnének, hiszen a Pesti fonódót is átadnák, és össze akarták kötni a Bajcsi-Zsirinszky úton a villamosokat, és én megszültetném a 49-es villamost, helyette a 14-es villamos közlekedne ki ide Kelenföld vasútállomásig. Ez egy érdekes elgondolás. Nem tudom, hogy mennyire valós lenne, de hogyha összekötnék, akkor én biztos Káposztásmegyertől Kelenföldig a 14-es villamos közlekedtetném, de most nem erről beszélünk, és nem ezzel foglalkozunk, hanem a 4-es metróval, úgyhogy nézzük is meg hát a járműtelepet. Illetve, ahogy még ígértem, az 1-es villamos végállomását, úgyhogy hát jó ütemben jön. Tehát itt már nincsen építkezés, amit viszont már észrevettem, és mondtam egyszer haveromnak is, amikor erre jártunk, ami szerintem egy nagy hülyeség, az nem más, mint hogy itt középen a sínt, ami itt van, azt bebetonozták. Tehát itt nincs sín. Ott pedig van sín. Tehát ezt nem értem, hogy miért van így. Ezt ha valaki tudja, ezt magyarázza el, mert én tényleg baromi érdekelt lennék ebbe a témába. Amint mondtam, ugye itt a szuper végállomás épül, és ha jó lenne, hogyha bekötnék tényleg a 1949-es villamosokat, de ha jól tudom, erre most nem lesz lehetőség. Nem oldották meg, így csak az 1-es villamos fog egyelőre végállomáshoz nézni. Hát ezt csak gyorsan mutatom, mert tényleg nem ezzel foglalkozunk, és erről lesz majd külön videó is, amikor majd átadják. Na, külön tájékoztatást kap majd a vezető, hogy hányos vágányra kell beállnia majd. És jól tudom, még éveket kell várni, még pluszba rá, hát júliusban fogják átadni, és még hónapokat vagy évet kell várni arra, hogy megcsinálják nekik a pihenőhelységet, addig csak egy ilyen bódi lesz. Hát nem valami kényelmes villamosvezetőnek pihennie. Na és itt vagyunk a kelenföldi járműtelepnél. Egyébként sokan nem tudják, én volt egy időszak, még októberben, amikor jelentkeztem én állomási diszpécsernek, és fel is vettek, de aztán úgy alakult, hogy nem tudtam elmenni, pedig dolgozhattam volna egy állomáson, de itt volt a felvétel, tehát én jártam bent az épületben, és egy interjú után felvittek minket a legfelső szintre, hát mindannyian kértük, hogy vigyenek föl, és mutassák meg a irányítását a metrónak. Egyébként nagyon érdekes, egy nagy terem, azóta se találok videót róla, sajnálom, hogy akkor nem videóztam le nektek, de ígérem, hogyha arra kerül sor, hogy újra jelentkeznék,
és megengedik, akkor fogok nektek majd arról is videót csinálni, hogy hogyan irányítják ott a forgalmat. És bakker ez a Sors Vintora, amíg beszéltem a Kelenföld jármű telepről, addig pont elment itt egy metró, ahogy hallottam, ugye a sincsikorgásból, és sajnos nem tudtam levideózni. Na és közben itt épül Budapest egyik legnagyobb plázája. Hát nem mondhatnám, hogy legnagyobbnak, mert alapterületét véve, tehát onnan Kelenföldtől a másik utcáig, körülbelül akkor, mint lesz, mint az Alle, de amiért nagy lesz ez, mert 5 emelet magas lesz, úgyhogy látszik, hogy még azért várni kell egy pár évet arra, hogy átadják, de egyébként rohamos ütembe épül, mert 2017-ben még semmi nem volt itt, csak egy nagy gödör. Azóta 2 év elteltével már ezt is felépítették, és ha jól tudom, az Arena Plázát is megvásárolták külföldiek, és ez is külföldi kézben lesz, tehát Etele Pláza néven látjuk sehol egy ékezet, egyébként nem is kell ékezetet, nem is az ékezet miatt gondolom ezt, hanem azért, mert utána néztem a weboldalnak, és tényleg angolul van, tehát külföldiek vásárolták ezt meg, és ha jól látjuk, ha nem mennek itt el autók, pont látjátok, 1300 férőhelyes mélygarázs lesz, tetőtéri parkoló, 1460 férőhelyes P+R parkoló, tehát ez alkalmas lesz, és ha jól tudom, mozi is lesz benne, meg egy csomó bolt, hasonló lesz, mint a Köki terminál, tehát leszálltok a vasútról, akkor ugyanúgy tudtok itt vásárolni, annyi különbséggel, hogy itt nem lesz egy híddal összekötve, eredeti tervben még úgy volt, hanem mivel később épült meg, ezért aluljáró épült, és nem felüljáró, így nem lesz ez összekötve, úgyhogy át kell majd sétálnotok a plázába, ha szeretnétek nézni, de látszik, hogy volán buszpályaudvartól és a vasútállomástól nincs is olyan messze. És most menjünk át Kelenföld másik oldalára, ehhez át kell kelnünk az aluljárón. Tévedtem, amikor múltkor azt mondtam, hogy Békás megyel, szerintem Budapest leghosszabb aluljárója, szerintem a Kelenföldi még hosszabb annál. Ez jobban hasonlít a bécsi Floridsdorfra, egy igazi központi pályaudvarra. De egy a gond, hogy még sincsen akkora forgalma, illetve teherbírása. Ez jól bebizonyosodott akkor, amikor a déli pályaudvart be kellett zárni, hogy képtelen a vonat fogadására Kelenföld, és pályaudvarként, fejpályaudvarként való működésére. Közben, amit látjátok, már mögöttem 2 irodaházat már megcsináltak itt a Budapest One-ból. Negyedik évben fogják majd átadni. Ott van tervezett átadás. Hát tényleg gyorsan épül minden itt Kelenföldön. Tényleg ez egy kietlen puszta volt, és az a meglepő, hogy ebből a kietlen pusztából, ahol régebben csak a vasútállomás volt, meg maximum busz pályaudvar, tehát ezek, amik ért felé mennek, azok volánbusz pályaudvar, abból tényleg mekkora virágzó közteret építettek, amikor ide került a metró, most ide kerül majd az egyes villamos, és ide került egy csomó buszjárat, BKV buszjárat. Hát elég szépen halad az építkezés. Most egyébként az a terv, hogy megmutatom nektek a Sasadi útnál lévő felújított aluljárót, hiszen ott egy felüljáró volt, egy rozog a felüljáró, most pedig már olyan közúti csomópontot csináltak ott, hogy bearsz, de szó szerint tényleg nagyon szép lett, ezt megmutatom nektek, aztán tényleg már a 4-es metróval fogunk csak foglalkozni. Na igen, itt jövünk át, és ami nem ez az érdekes, az a átjáró, hanem majd fenti nézetben meg fogom nektek mutatni, hogy mi az, ami nagyon izgalmas ebben.
Én látom tényleg művészetet benne, másnak csak egy sima csomópont. Látjuk, van itt bringás út is. Szóval igen, azt kell mondanom, hogy Kelenföld, most annyi ember van ott Kelenföldön, eszméletlen sok, úgyhogy ez a 4-es metrónak köszönhető és az itt megjelent fejlesztéseknek, úgyhogy nagyon jó, hogy csináltak egy ilyen csomópontot így majdnem a városon kívül, mert Kelenföld egyébként nem a belváros egyáltalán. Szóval, ami baromi érdekesebben, hogy úgy fordítják meg az autókat így az autópálya alatt, Kelenföldnél bejön egy alagútba és itt simán fel tud hajtani, tehát itt sokkal könnyebben és gyorsabban át lehet kelni az egyik oldalra a másikra, anélkül, hogy zavarná az autópályának a forgalmát. És még innen is látszik az új irodaház, amit építenek. Szóval tényleg elég nagy volumenű fejlesztések vannak itt. Na és akkor itt sétálunk Kelenföldtől. Az volt a tervem, hogy keresek egy feljárót, vagy egy átjárót, és akkor onnan felülről le tudnám nektek videózni az autópályát, illetve tudnák magyarázni egy-kettőt, de nem találok sehol egy feljárót, ez egyik gondom. Tehát autópályát meg sem tudom közelíteni, gyalog nem fogok rá menni. Nyilván, amikor 100-110-en jönnek az autók, és egyébként is tiltja a törvény. Szóval ilyet nem fogok csinálni, drónnal pedig nem rendelkezek. Úgyhogy adok még egy esélyt, hát ha találok valamit, és akkor megpróbálok fölmenni. Közben ilyen rejtélyes égi hangok vannak, különböző, mint a tűzi játék lenne, vagy se dörögne az ég, de nem tudom, hát ilyen sűrűn nem szokott dörögni, szóval biztos nem az. De itt már hülyeséget nagy jelzok, csak unatkozok, miközben sétálok, próbálok találni tényleg egy feljárót. Közben találtam itt egy lépcsőt, a hídnak az oldalában, hát ha többet látunk innen, de ha jól látom, ez a benzinkúthoz vezető, jaj Istenem, nem fogok többet látni egyáltalán, szóval én feladom. De talán mögé oda tudok férkőzni. Ja, valamennyire ide tudtam férkőzni. A lényeg az, hogy itt az autópálya van, és be fogok majd vágni inkább erről egy képet. Arról lenne szó, hogy itt egy olcsóbb megoldást lehetne kialakítani. Az autópálya közepén lehetne vezetni a metrót, az autópálya közepén följönne az alagútból, és akkor úgy megállna a Gazdagrétnél, meg megállna a Madárhegy végállomásnál. És ami a fontos, és a lényeg, ebben a dologban, hogy mondom, ez sokkal olcsóbb megoldás lenne, és ki lehetne szolgálni ilyen felüljárókkal vagy aluljárókkal, és úgy fel lehetne jutni az autópálya közepén a állomásra. Ilyen létezik Chicagóban is, erről vágtam most be képet nektek, és szerintem itt sokkal könnyebben meg lehetne oldani, de hát ahogy ismerjük a Magyarországot, kitalálnának extra hülyeségeket, hogy még több pénzt költsenek dolgokra. Tehát ez egy nagyon olcsó megoldás lenne, és csak két megállóról lenne szó. Szerintem egy pár, egy-két milliárd forintból simán kijönne a dolog. Szóval nem értem az okát, hogy miért nem valósul ez meg, hiszen sokkal jobban megkönnyíteni az életét a Budaörsön lakóknak, bár most sincsen nehéz dolguk, mert a buszok nagyon sűrű járnak, nagyon sok busz jár, ami behozza őket a Kelenföld vasállomásra, de látjuk, most is arra szólnak a kocsik itt a sorban, úgyhogy tényleg ez egy nagyon gyorsabb megoldás lenne, és úgyis terveztek oda a Madárhegynél, tudjátok, ahol volt a Virágpiac egy ilyen szuper kórházat, akkor miért nem építenek hozzá metróállomást, és miért nem viszik ki a 4-est? Szerintem egy tök király kezdeményezés lenne, hogyha odáig kimenne a metró. Na de most megyünk, és akkor visszamegyünk Kelenföld vasállomásra, felszállunk a 4-es metróra, és megnézzük a másik hosszabbított szakaszát, ahol járhatna a metró, mert az is nagyon érdekes, hiszen egy lakótelep maradt metró nélkül, több itt el tudom mondani magyar. Elindultunk visszafelé, és egy páratlan videót láthattok háttérben a lakóteleppel, előtte pedig a Kelenföld vasállomással. Na és akkor irány a 4-es metró, fel fogom nektek venni előről is, bár van ilyen videóm, ha meg szeretnétek nézni, tudom, mindig a rossz sarokba mutatok, kattintsatok a jobb sarokba. Kicsit rosszabb a felvétel, mert akkor még rosszabb volt a telefonom is, de hát valamennyire lehet élvezni, úgyhogy nézzétek meg, ha még nem láttátok a 4-es metrót, hogy milyen előről a pálya. És már ment is áll a metrónk.
Erről szint. Üdvözöljük utasaikat! Ez az M4-es metró a keleti pályaudvar felé. A Bikás Park következik. Welcome and go. This is Metro Line and 4 in the direction of Keleti pályaudvar. Bikás Park. Második János Pápa tér. Keleti pályaudvar, végállomás. Kérjük kedves utasainkat, hogy szíves legyenek elhagyni a vonatot, és erre figyelmeztessék utastársaikat is. Viszontlátásra! Na hát itt vagyunk a keleti pályaudvaron, az ideiglenes végállomáson. Én azért nevezem csak ideiglenes végállomásnak, mert a teljes fejlesztés a Bosnyák térig, illetve Újpalotáig tartana. Ezért is jöttem, hogy ezt megmutassam nektek, hogy ez miért lenne fontos, és hogy hogy nézne ki, hogyha tényleg megvalósulna. Viszont mivel 500 milliárdba került megközelítőleg ennek a metróvonalnak a megépítése, nagyon drágán csinálták, emiatt nem fejezték be, így sose fogja a gazdaságilag visszanyerni a főváros ezt az összeget, úgyhogy csak is úgy, hogyha tényleg befejezik Újpalotáig. Ez nagyon jó lenne, mert az itteni ember, aki bejön, a belvárosban van a végállomás, át kell szállni még mindig a buszokra, hogy elérjük a Újpalotát és térséget, úgyhogy most mi is ezt fogjuk tenni, átszállunk a buszra és megnézzük, hogy merre járna, és elmondok nektek nagyon sok érdekességet, úgyhogy tartsatok velem továbbra is, ne kattintsatok el. Közben a keletinél találtam egy elég érdekes megállót, úgy néz ki, mint egy lakásnak a nappalia. Viszont itt múltkor feküdt egy csöves, úgyhogy én nem fogok leülni. Itt fetrengett kakis alsógatyába, úgyhogy én ezt kihagyom most. Inkább csak megmutatom nektek. Akkor meg is érkeztünk Újpalotára, illetve Pestújhelyre, mert ez még nem Újpalota, és elmondom sokaknak, hogy miért DBR Metro lett a neve, ugye sokan így ismerik a szakmában is. Dél-Buda, Rákospalota metró vonal. Igen, jó halljátok, nem rontották el, hiszen eredeti tervekben úgy szerepelt, hogy nem csak Újpalotáig megy, hanem onnan befordulna a Rákospalota irányába, tehát a régi Fóti út, ahol van, és ott lett volna a végállomása, sőt volt egy terv is, hogy a hármas metrót éjszakon összekötik, de nem ez a lényeg, mi annak sörülnék, ha legalább a Bosnyák térig elmenne, a Újpalotáig az lenne a legjobb. Itt leszálltunk a Molnár Viktor utcánál, mert ez egy érdekes pont lesz, mutatni fogok nektek valamit, ami egyébként talán nem is kell sokat várni, tehát nem a távoli jövőben fog ez megvalósulni, reméljük. Aztán ki tudja, itt Magyarországon lassan mennek a dolgok. Na és amit meg akartam nektek mutatni, és amiért jöttünk, az nem más, mint a felüljáró. Megfordítom a kamerát. Itt felüljáróval lehet jönni a vasút felett, és voltak olyan tervek, hogy ezt el akarják bontani. Sejte olyasmit csinálni, mint Angyalföldnél, Angyalföld vasútállomásnál, hogy egy ilyen... Sose jut eszembe a neve, tehát valamire elkezdek beszélni, és olyankor, amikor odaérek, mindig elfelejtem, hogy hívják ezt. Na mindegy, egy ilyen
közúti halújárót akarnak ide építeni, és ott akarják átvezetni az autókat, illetve a majdani metroállomást. Nekem megszemültek, úgyhogy azért is félek, hogy összefussak vele. De ő mondta, amikor itt lakott, hogy ezt nagyon sok újpalotai ellenzi, mert állítólag most is süllyednek a panelházak itt a közelben, és amíg ez megépülne, akkor attól félnének, hogy teljesen megsüllyedne és rájuk omlana az egész ház. De nem vagyok ilyen földtani mérnök, vagy nem tudom ezt, hogy nevezik ezt a szakmát, tehát én nem tudok nektek biztosat mondani, viszont tényleg egy jobb megoldás lenne, hiszen nem csak egy kétsávos utat lehetne építeni, ki lehetne szélesíteni. És ami még nagyon fontos, amiért ide jöttünk, hogy nem csak metroállomás lehetne itt a sínek alatt, hanem hallottam olyan MÁV tervet, most körbenézünk, hogy nem olyan autó, akkor hogy elcsapjanak. Szóval egy olyan MÁV tervet hallottam, hogy fel akarják éleszteni itt a személyszállítást, újra fel akarják virágoztatni, és ha jól tudom, egy új, nem az S25-ös vonalat erre vezetnék el, tehát nem Kőbánya-Kispestre futna be a vonat, hanem itt a Rákospalotai körvasút soron keresztül Pilis-Csabáig közlekedne. Ezáltal nem Budapestre érkezne, hanem Budapesten keresztül menne. Most jelenleg teherforgalom van, az előbb is elment egy vonat, úgyhogy nem szeretnék kimenni a sínre, mert aktív még a mai napig ez a vágány, csak személyszállítás nem folyik rajta. Hát szerintem egy tök jó megoldás lenne, hogyha ide épülne vasútállomás, hiszen környezetben panelházak, lakótelepek találhatóak, most építették ezt a új lakótelepet is, úgyhogy szerintem simán lenne kihasználtsága, hogyha itt újra személyszállítás folyna és megállna itt a vonat, viszont a 4-es metró is megállhatna itt, ezáltal ez is kiszolgálna a belvárosból érkezőket idefelé. Na hát ez volt a Molnár Viktor utca, megyünk tovább, hiszen már így is nagyon hosszú lett a videó, és rengeteg anyagot vettem föl, úgyhogy jó lenne, hogyha nem egy órás lenne ez a videózás, hanem tényleg gyorsan el tudnak mindent mondani, mi fontos. Úgyhogy irány a következő pont. Na és az érdekesség, hogy nem vártam meg a buszt, hanem gyalog jöttem el, az nem más, mint a Drégelyvár utca, hiszen voltak tervek, ötletek, hogy hogyan lehetne olcsóbban kihozni kötött pályás közlekedésű járművet, és valakik azt mondták, hogy inkább villamos hozzanak ide ki. Hát volt is terv, hogy idén 2019-re tették volna meg, de hát látjátok, 2019-ben is még mindig nincs semmi. Miért elvetették ezt az ötletet? Úgy gondolták, hogy hülyeség. Hát én is úgy gondolom, hogy hülyeség villamost építeni ide. Hát vagy megsűrítsék a buszokat, vagy építsenek ide metrót, mert az lett volna a terv, hogy itt mögöttem látható házakat, mivel túl szűk a Drégelyvár. Egyszerűen letarolták volna, tehát megvásárolta volna az önkormányzat, illetve a főváros, és letarolták volna, és egy kicsikét beljebb megépítették volna őket, vagy egy másik terv volt, hogy beköltöztetnék az itt lakókat egy új lakóparkba. Szerintem senki nem akarja, főleg aki itt nőtt fel, nem akarja elhagyni ezt a helyet. Szóval ez egy ronda terv volt, viszont a metró simán elférne a föld alatt, úgyhogy az meg nem zavarna senkit. A buszok is most elférnének. Elkezdett közben csöpögni az eső, úgyhogy reméljük nem fog szakadni. Na, közben itt vagyunk már a Késmárk utcánál. Itt sokan nem tudják, de innen kezdődik a Nyírpalota út, és tervek szerint, szerintem azért van ez a középen ez a zöld felület, egyez, hogy szép, de itt mehetne a metró is, tehát itt bukkanhatna föl a felszínre. És akkor nézzük, mert itt átjövök egy ilyen úton, ilyen visszafordító úton. Szóval itt felbukkanhatna a metró, és innen egészen a végállomásig, tehát a Újpalotának, a Nyírpalota út végéig felszín felett közlekedhetne a metró. Megfordulok, ilyen szép fasort látok, középen nincs semmi. Egyébként, ha jól is tudom, és nem tévedek, akkor ezért hagyták meg ezt a középen ezt a helyet, amit egyébként feljebb a piacnál már parkolókat építettek ide ki középre, hogy a lakótelepen élők ugye egyre többet használják az autót, ez köszönhető a rossz közlekedésnek is, és le tudjanak parkolni valahova. Szóval nem csak káposztás megyere járt szarul, hanem ez a környék és Újpalota. Reméljük, hogy mind a kettőben lesz változás, és
sokkal jobban ki tudja szolgálni az itt lakókat. Úgyhogy most menjünk már is tovább. És akkor megérkeztünk a Nyírpalota út végére. Hát amit láthattátok a videóban, eszméletlen sebességgel nyomta a vezető. Hát vagy vak volt, vagy hülye, mert majdnem megtoltuk vagy 8-szor a 8-as buszt. Úgyhogy meg a pirosnál is úgy fékezett be, hogy majdnem elcsaptuk a gyalogosokat. Eszméletlen, hogy ilyenek is dolgoznak a BKV-nál. Hát sietett biztos a WC-re a végállomáson. Erre csak ezt szoktam mondani, hogy biztos szarnia kell. Na mindegy, nem ez a lényeg, hagyjuk is ezt. Egy megoldás, tehát egy dolog miatt rossz, hogy ott felülvezessék a metrót. Egy az, hogy gazdaságilag sokkal jobban megérni. Kettő viszont, amiért rossz, hogy nagyon közel találhatóak a panelépületek, és szerintem senki nem szeretné, hogyha vasárnapi ebédnél hallgatná, hogy zakatol a metró az ablak alatt, úgyhogy ehhez egy korszerű pályát kéne megépíteni, ami tényleg zajcsökkentéssel lenne ellátva. Csak kimondom a végén. Közben pedig elérkezünk ide végig a Pólus Center és az Ázsia Center közötti részre. Itt lehetne kialakítani egy második kocsiszint Kelenföldön, hiszen tudjuk, hogy ha minél hosszabb valaminek a metróvonal, villamosvonal vagy valami, akkor annál több, de főleg a villamosoknál igaz, meg a metróknál, annál több kocsiszint kell, hogy beférjenek a sokkal több szerelvény. Úgyhogy itt lehetne létrehozni, és ha jól tudom, ezért is van építési tilalom itt. Tehát ott a Nyírpalota útnál lenne a vége, ott lenne a metró megálló, és minden tovább csak kocsiszintbe futnának a metróvonatok. Szóval igen, ahogy mondtam, itt találtak baloldalt újépítésű házak, és ott jobbra pedig az Ázsia Center, és itt van egy hatalmas hektárnyi terület, amire azért van építéstilalom, mondom, mert itt lenne a kocsiszín, és ezt már nagyon rég megtervezték, tehát azóta nem építettek ide lakótelepet, pedig itt egy nagyon nagy lakótelepet föl lehetne húzni, bár én nem vagyok a pusztítás híve, és nem lenne jó egy ilyen szép zöld területet elpusztítani. Egyébként itt néha valami cirkuszosok szoktak lenni, ők szoktak előadást tartani, azon kívül semmi nincsen itt a pusztán kívül, tehát hogyha két bevásárlóközpont, tehát a Pólus és az Ázsia Center között szeretnétek közlekedni, akkor végig kell gyalogolnatok ezen a ösvényen. Na hát igen. És szerintem lassan be is fejezem innen a videózást, hiszen nagyon rengeteg sok az anyag, és amit gyártottunk, és már nem tudok több érdekességet mondani, plusz még elkezdett egyre jobban esni az eső, tehát nem akarok elázni, és nem akarom eláztatni a telefonomat sem, úgyhogy én itt lassan megállok, megfordulok az Ázsia Center felé, és innen megköszönöm a figyelmet, hogyha tetszett a videó, ne felejtsétek el lájkolni, feliratkozni a csatornára, megosztani ismerősökkel, és a következő videóban találkozunk. Addig is sziasztok! Ennyit tudok mondani. Még annyit, hogy visszafele megpróbálom nektek fölvenni a 44-es villamosnak a volt végállomását. Múltkor láttam, van egy ilyen csoport, hogy Budapest régi képeken. Valaki kitette a 67-es villamost, és azt írt oda, hogy annyit írt oda, hogy villamosok a Bosnyák téren, de láttam a jelzést rajta, hogy 67-es. Mondom, az nem létezik, hogy a 67-es ott járt volna, ott csak a 44-es járt. Tehát soha az életben nem ment el arra a 67-es, szóval nem szeretem az ilyen megtévesztéseket. A 44-es villamos vonalat viszont újra lehetne éleszteni szerintem Bosnyák térig. Ha már Újpalotáig nem is, mert a Drégeivár utcát nem akarjuk elpusztítani.
illetve az ott lévő házakat. Na, hát akkor tényleg innen megköszönöm a figyelmet, én addig bemegyek a poolusba, vásárolok egy kicsikét, aztán én is megyek haza. Sziasztok! Várnak vissza.